Hello, sziasztok, és fantasztikusan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, húsvét vasárnapot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, a Balaton felvidéki Mária útról, Palóznak településről. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok Palóznak településen, a Balaton felvidéki Mária úton, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó lesz tőlem Fricitől, mint ahogyan azt már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit itt rögzítek, a Balaton felvidéki Mária úton. És most tulajdonképpen azt a túrámat fogom folytatni tovább, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is beszélek, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban, amit itt rögzítek, a balatoni Mária úton. Jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem most! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim! Én a továbbiakban arrafelé fogom folytatni az én kis túrámat, haladok tovább arrafelé, Balatonalmádi irányába, de még mielőtt tovább haladnánk arra, megmutatom néktek konkrétan azt, hogy az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem, így hát fordulok is egy 180 fokot, amúgy így néz ki a táj, ahogy látható ezen a felvételen. Itt van lent Palóznak település, és akkor így néz ki a táj. Ott a háttérben természetesen a Balaton látható, tehát ott a Balaton látható, és én konkrétan az ezt megelőző videómban abból az irányból érkeztem, arrafelé van Csopak, illetve Balatonfüred, tehát abból az irányból érkeztem az ezt megelőző videómban, így hát a továbbiakban nem arra felé fogok haladni, hanem a másik irányba, miután fordulok egy újabb 180 fokot, és folytatom tovább a mai kis túrámat, itt a Balaton felvidéki Mária úton, ott pedig a Csákányhegy látható, illetve ha egy kicsit tovább fordulok, akkor itt a Csákányhegy mellett mindjárt látható lesz a Nagyhegy is, ami konkrétan az, tehát az ott a Nagyhegy, ami Palóznak fölött helyezkedik el, és akkor én a továbbiakban konkrétan arrafelé folytatom az én kis túrámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor már haladok is tovább itt a balatoni Mária úton, ugye az elmúlt napokban szinte ugye itt a balatoni Mária úton túráztam, konkrétan ugye már nagypéntektől kezdve itt a balatoni Mária úton túrázok. Ugye nagypénteken kezdtem el bejárni ezt a Balaton felvidéki Mária útat, Dörgicse és Balatonalmádi között. De nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, illetve az elmúlt két nap videóit is. Nézzétek meg, köszönöm szépen! És akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is magyarázkodok. És akkor itt szépen lecsurgunk Palóznak településre, mert ugye Palóznak település M vagyok már konkrétan, tehát ez itt már valójában Palóznak, ahol most éppen gyalogolok, és természetesen még mindig a Balaton felvidéki Mária úton vagyok, aminek mindjárt meg is mutatom a teljesen egyértelmű jelzését, mert azért ez nagyon jó fel van tüntetve ezen a szakaszon, mert ezen a szakaszon tényleg baromi jó fel van tüntetve. Jó, mondjuk ott Vászói és Pécsei között azért kétszer sikerült megtévednem, mert ott azért hiányosak a jelzések.
Na de itt is van, amit mindjárt meg is mutatok néktek. Tehát itt van ugye a Balaton felvidéki Mária útnak a teljesen egyértelmű jelzése, és én a továbbiakban is ezen a Balaton felvidéki Mária úton fogok túrázni. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább ezen a Balaton felvidéki Mária úton, amely a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. Amúgy erről a Balaton felvidéki Mária útról azt kell tudni, hogy ez elindul ugye Sümegről, és tart egészen Balatonalmádig konkrétan. Ez a Balaton felvidéki Mária út, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. És én megfolytatom tovább a túrát. Folytatom tovább a túrámat, úgymond, itt a Balaton felvidéki Mária úton. És ezt a kerekes kutat mindig megmutatom, akárhányszor járok erre, ugye tavaly is megmutattam. Ugye itt van ez a szép kis kerekes kút, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Tehát itt van ez a szép kis kerekes kút. Ugye ezt minden évben megmutatom néktek, amikor erre járok. Van is erről külön videó a csatornámon, úgy 6 évvel ezelőttről. Nézzétek meg azokat a videókat is. Köszönöm szépen. És most újra itt járok így egy év elteltével, és ez a szép kis kerekes kút még mindig itt van, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Nyilván ugye ez a kút már nem üzemel, de viszont dísznek tökéletes, mert ez már nem üzemelt akkor se, amikor itt jártam legelőször, és ez nyilván azóta se változott, tehát ez nyilván azóta se üzemel ez a kerekes kút, de van is erről külön videó a csatornán, nézzétek meg azt a videót is, úgy 6 évvel ezelőtt készült az a videó, köszönöm szépen. És akkor következik ugye Palóznak, tehát ez itt már ugye Palóznak település, és ez pedig itt a Vincellér út, amit most éppen elhagyok. És itt be is csatlakozik a balatoni kéksáv túra útvonal, tehát ezen a ponton becsatlakozik ugye a balatoni kék, mert itt csatlakozik be ugye a balatoni kéksáv, amit itt mindjárt meg is mutatok, hogy melyik irányból jön. Ugye a balatoni kéksáv túraútvonal az ugye abból az irányból jön, amúgy arrafelé van a Csákányhegyi kilátó, tehát ha innen Palóznakról megyünk föl a Csákányhegyi kilátóba, akkor a balatoni kéksáv túraútvonalon kell fölmenni, hiszen ez a balatoni kéksáv túraútvonal érinti a Csákányhegyi kilátót, ami konkrétan arrafelé van, tehát arrafelé van a Csákányhegyi kilátó, és arrafelé halad a Balaton felvidéki, a balatoni kék sáv túraútvonal, ami nem összekeverendő az országos kékkel. De ezt mindig elmondom, hogy ugye a balatoni kék nem összekeverendő az országos kékkel, mert ez egy teljesen más túraútvonal, ez a balatoni kék sáv, amit már több alkalommal is, több szakaszon is már bejártam, van is róla jó pár darab videó a csatornán, nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen. Tehát ugye abból az irányból becsatlakozott a balatoni kéksáv, én pedig mutatom, hogy melyik irányból jöttem. Én most konkrétan ugye abból az irányból jövök, arrafelé van Csopak, Balatonfüred, tehát arrafelé van Csopak, Balatonfüred, és én konkrétan abból az irányból jövök, és haladunk szépen tovább itt a Balaton felvidéki Mária úton, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és arra haladok a továbbiakban, tartsatok velem. És akkor már haladok is tovább itt a Balaton felvidéki Mária úton, és innentől kezdve tulajdonképpen egészen Alsóőrsig egy nyomon fog haladni a Balaton felvidéki Mária út a balatoni kéksávval. Hát ezt szerintem tavaly is elmondtam, de ugye ismételni kell, mert az ismétlés a tudás atya, szokták mondani. És akkor itt is vagyunk. Na, gyerekek, és akkor itt vagyunk ugye Palóznakon, hogyha errefelé tovább gyalogolnánk lefelé, akkor ugye bejutnánk Palóznaknak a falu központjába,
mert arra felé van ugye Palóznaknak a falu központja, tehát Palóznak falu központ az konkrétan arra felé van, tehát abba az irányba van Palóznak falunak a központja, úgymond. Na de a Balatoni Mária út az nem arra felé folytatódik, hanem mutatom, merre felé folytatódik a Balatoni Mária út. Hát a Balatoni Mária út az konkrétan arra felé folytatódik, tehát arra felé haladok a továbbiakban, haladok lovas irányába. Amúgy itt van ugye a Kálvária, tehát itt van ugye a Palóznaki Kálvária, erről is van már külön videó a csatornán, nézzétek meg, köszönöm szépen. Én pedig ugye konkrétan ugye abból az irányból jövök, arra felé van a Csákányhegyi kilátó, illetve Csopak is konkrétan arra felé van, az legalábbis az egyik irány, mert Csopakot ugye több irányból is meg lehet közelíteni, innen Palóznakról, tehát arra felé van a Csákányhegyi kilátó, arra felé van Csopak. Na, gyerekek, és akkor természetesen én haladok tovább, hiszen nincs megállás. Ugye itt látható ugye a Palóznaki Kálvária, és akkor én szépen haladok tovább arra felé. Amúgy ez a Pál-Patka tér itten, tehát ez itt a Pál-Patka tér, az a neve ennek a kis térnek, amit így meg is mutatok. Tehát ez itt a Pál-Patka tér, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát ez a kis tér, ami itt látható, ez a Pál-Patka tér, ami egyébként egy fenyőfa, tehát egyébként egy fenyőfáról van elnevezve, fenyőfa típusról, fenyőfa fajról, és akkor ez így néz ki. És akkor haladok tovább itt a Balatoni Mária úton, és akkor itt van ugye a Palóznaki Kálvária, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Erről is van már több videó is a csatornán, nézzétek meg azokat a videókat, köszönöm szépen. Tehát ez itt ugye a Palóznaki Kálvária, ami ugye itt látható ezen a felvételen. És akkor én természetesen haladok tovább itt a Balaton felvidéki Mária úton. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok tovább ugye lovas irányába. Itt a Balaton felvidéki Mária úton. Amúgy itt halad ugye a piros sáv túraútvonal is. Konkrétan az a piros sáv túraútvonal halad itt, ami Palóznak falu központból indul, és tart egészen Szent Gálig, de közben érinti ugye a Királykúti forrást, Veszprém fajszt, illetve Veszprém városát is. Érinti ez a piros sáv túraútvonal, és végül ugye Szentgálon ér véget ez a piros sáv túraútvonal, de erről a piros sáv túraútvonalról már jó pár darab videót csináltam, és nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen. És akkor itt van is egy útelágazás, ugye abba az irányba halad tovább a piros sáv túraútvonal, tehát arra felé van a Királykúti forrás, Veszprém fajsz, Veszprém, illetve Szentgál, az konkrétan arra felé van, és arra felé halad a piros sáv túraútvonal. Na de én maradok itt a Balatoni Mária úton, ami viszont arra felé folytatódik, tehát arra felé folytatódik tovább a Balaton felvidéki Mária út. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok is tovább, itt a Balaton felvidéki Mária úton, folytatom tovább a túrámat, hiszen ugye már az elmúlt két napban is ezen a Balaton felvidéki Mária úton túráztam, ugye nagypénteken kezdtem el, ugye nagypénteken, vagyis a pénteki napon ugye bejártam Dörgicse és Balatonszőlős között ezt a Balaton felvidéki Mária utat. Ugye a tegnapi napon, amikor nagy szombat volt, vagyis szombat, akkor ugye bejártam ugye Balatonszőlős és Csopak között ezt a Balaton felvidéki Mária utat. És ugye a mai nap a harmadik nap, amikor be fogom járni ezt a Balaton felvidéki Mária utat Csopak és Balatonalmádi között.
És valójában a mai túrámnak ez a tárgya, hogy el kell jussak Balatonalmádiig, ami meg is lesz szerintem simán, főleg úgy, hogy ugye előre lett állítva az óra, így ugye egy órával tovább van világos, így hát szépen, kényelmesen, még világosban meg fogok érkezni Balatonalmádiba. Jó, mondjuk most egy kicsit hazudtam, mert csak Káptalanfüredig fogok menni, itt a Balatonfelvidéki Mária úton, tehát csak Káptalanfüredig fogok menni, tehát a végéig azért nem fogok elgyalogolni, mert ahogy mondottam már a tegnapi videóimban is, meg már szerintem az ezt megelőzőben is mondtam, ugye ahol vége van ennek a Balatonfelvidéki Mária útnak, ugye az Balatonalmádiban van, a Szent Jobb kápolnánál, és ott a Szent Jobb kápolna mellett van ugye a Szent László templom, vagy Szent István templom, nem is tudom, a kettő közül valamelyik, és mivel hogy ugye húsvét vasárnap van, így nyilván ugye ott sok a templomba járó, illetve a hívő ember, és ugye ezáltal nem szeretnénk ott bekavarni a hülyeségemmel, hogy én ott videózok, mert akkor még félreértik. Na, szóval, és akkor haladunk is tovább, itt a Balatonfelvidéki Mária úton, és ahogy mondottam, ugye, egészen Káptalanfüredig fogok elgyalogolni, itt a Mária úton, a Balatoni Mária úton, azért a részletet azért ne hagyjam el, hogy ez itt a Balatoni Mária út, vagy a Magyarországnak a területén, több Mária út is található, és ez az egyik. Tehát ez az egyik. És ezen kívül még jó pár darab van Magyarország területén a Mária útból, és ez konkrétan ugye a Balaton felvidéki Mária út, ami ugye Sümegről indul, és tart egészen Balatonalmádiig. Na, gyerekek, és akkor haladunk tovább természetesen. Hát a időjárás tökéletes, nincsen hideg, nincsen meleg, tök kellemes idő van, olyan igazi kirándulós, túrázós idő van konkrétan, úgyhogy csak jó, tök jó. És akkor haladunk tovább természetesen. Hát közben itt szemből azért jönnek, mert ugye azért ez itt egy jó kis hely, ez egy jó kis útvonal. Hát ugye ezt az útvonalat is már több alkalommal is végigjártam. Például tavaly ilyenkor is jártam már itt. Ugyanígy ugye a Balatoni Mária utat jártam be, mint ahogy most is ugye azt járom be tulajdonképpen. Csak ugye abban különbözik a tavalyi túrámtól ez a túra, ugye a tavalyi túrán, amikor itt jártam, akkor ugye Balatonszőlősről indultam, idén pedig ugye Dörgicséről indultam el, itt a Mária úton, és akkor szépen haladunk felfelé. Láthassátok, hogy egy kicsit emelkedik az út, tehát lehet látni, egy kicsit emelkedik fölfelé az út, úgyhogy haladunk tovább természetesen, itt a Balaton felvidéki Mária úton, és ez valójában egy nagyon jó kis szakasza ennek a útvonalnak. Jó, még vannak sokkal a szebb szakaszok is, mert tényleg vannak. Nézzétek meg a tegnap előtt készült videót, meg a tegnapi videót, videókat, mert ugye több videó is készült, nem csak egy. Tegnap előtt ugye készült, ugye Dörgicse és Balatonszőlős között 9 videó. Az a 9 videó már meg is tekinthető az én kis YouTube csatornámon, de mire kimegy ez a videó, addigra már ez is megtekinthető lesz, sőt, a tegnapi videók is már fönt lesznek, mire ez a videó kimegy. És akkor itt van a kastély, ami úgy látom, hogy felújítás alatt van, tehát itt van egy kastély, ami ugye itt teljesen felújítás alatt van, ahogy elnézem, még rá is fért erre a kastélyra a felújítás, mert eléggé oda volt meg vissza.
rá is fért erre a kastélyra a felújítás. Hát igen, ezt újítsák felfelé, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát újítsák fölfelé szépen ezt a kastélyt, mert hogy itt van egy kastély, és ott van egy kis ilyen templomtoronyszerűség is, ami szerintem egy kápolnához tartozik. Tehát ott van egy ilyen kis templomtoronyszerűség is. Hát igen, ezt újítsák szépen felfelé, mert emlékszem, hogy ez eléggé ramaty állapotban volt, amikor itt jártam még egy évvel ezelőtt is. Úgyhogy ráfért erre a kastélyra a felújítás. És igen, itt van ez a templom toronyszerűség. Ez is már majdnem kész van, de azért még messze vagyunk a késztől. Na de haladjunk tovább. Itt a Balaton felvidéki Mária úton. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor haladunk tovább. Hampaszkút köz. Amúgy itt lent van egy forrás. Tehát itt lent. Igen, itt lent. Itt lent amúgy, itt jobbra van egy forrás amúgy. Itt lent jobbra van egy forrás. Már ittam belőle. És akkor itt van ugye a kastély, ahogy láthassátok, éppen felújítás alatt. Tehát éppen felújítás alatt van a kastély, ahogy látható ezen a felvételen. És én ugye konkrétan abból az irányból jövök. Tehát abból az irányból jövök. És itt van ugye a kastély, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Ami éppen ugye felújítás alatt van, ahogy látható. És akkor haladok tovább. Na, gyerekek, és akkor itt van lent ugye egy forrás, jobbra, voltam már itt többször is. Közben ott lent a távolban látható a Balaton is, tehát ott van lent a Balcsi is, tehát lehet látni innen föntről a Balatont is. És akkor szépen haladunk tovább arra felé, Lovas irányába. Természetesen még mindig a Balaton felvidéki Mária úton. És ezt még hú de sokszor el fogom mondani. Na, gyerekek. És akkor megyünk tovább. Hát nincs megállás. Folytatom tovább a túrát. Hiszen a mai napon el kéne jussak Balaton Almádiig. Itt a Balatoni Mária úton. Hát a mai napon el kéne jutnom Balaton Almádiig mindenképpen, hogy befejezzem ezt a szép kis túrát, amit ugye már pénteken elkezdtem. És ugye, ahogy mondottam, ez már a harmadik nap, hogy itt vagyok a Balatoni Mária úton. Tehát ez már a harmadik nap. Hát ilyen túrát is ritkán csinálok, amikor így több napon át túrázok egy útvonalon, egy adott útvonalon. Tehát ilyet is már rég csináltam. Egy évvel ezelőtt szerintem, mert szerintem egy évvel ezelőtt csináltam ilyet, amikor ugye több napon át ugye egy útvonalon túrázok. Hát most ugye ez a Balaton felvidéki Mária út. Hát szerintem egy évvel ezelőtt is pont ezt csináltam, sőt, biztos, hogy egy évvel ezelőtt is ezt csináltam, hogy itt túráztam a Balaton felvidéki Mária úton. Úgyhogy haladunk is tovább természetesen. Tehát folytatom tovább a túrát. Hát közben itt van egy ilyen szép kis náttetős házikó. És haladok tovább. És ugye a következő település az majd Lovas település lesz. Tehát Lovas lesz majd a következő. Amúgy itt a Dombon tulajdonképpen Balatonfüredés, Balatonalmádi között, ahogy halad ugye ez a Balaton felvidéki Mária út, ugye valójában össze vannak épülve a települések, mert tényleg össze vannak épülve valójában.
Balatonalmádi és Füred között, illetve Balatonfüred és Balatonalmádi között. Ugye itt fönn a dombon, itt a hegy oldalba végig össze vannak épülve ugye a települések. Így hát ugye nehéz megkülönböztetni őket. Jó, mondjuk én tudom, tehát nyilván, hiszen ugye én már évek óta csinálom ezt a vonalat, tehát évek óta már járok itten. Hát az elmúlt 6 évben már nem is tudom hányszor végigmentem itt. Nem egyszer az biztos, de nem is kétszer, hanem már jó párszor. Hát lányok és fiúk, haladjunk. És itt jön, megyünk lefelé. És ugye Lovas lesz majd a következő település. A soron következő település. Az Lovas lesz. Itt a Balatoni Mária úton. És akkor itt szépen ereszkedünk lefelé. Hát ha jó hallom, szemből jön valami autó, hogy be kell ide húzódjak. És akkor haladunk tovább. Na, gyerekek, megyünk szépen előre felé. Sziasztok, ott vagyok a tükörben, ahogy láthassátok ezen a felvételen, és természetesen folytatom tovább a túrámat itt a Balaton felvidéki Mária úton. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem most. Na, gyerekek, akkor haladunk tovább. Folytatom tovább a túrámat. Itt a Balaton felvidéki Mária úton. Hát szépen haladunk előre felé. Hát simán meg leszek Balatonalmádival a mai napon, ez szinte borítékolható, hogy simán meg leszek Balatonalmádival. És akkor a holnapi napon már úgymond pihenni fogok, ha már az elmúlt napokban csak túráztam. Így az elmúlt 3 napban, akkor az, hogy a holnapi napon majd pihenek. Vagy ki tudja, lehet, hogy aztán egy újabb túrát kitalálok a holnapi napra, de hát ezt hagyjunk holnapra. Egyelőre maradjunk itt, hogy itt vagyunk a Balatoni Mária úton, és ez még így lesz ezen a mai napon, hogy itt a Balatoni Mária úton túrázok, konkrétan Csopak és Balatonalmádi között. De amúgy meg Dörgicse és Balatonalmádi között összességébe véve. És akkor itt ereszkedünk lefelé. És közben meg is érkezünk Lovas településnek a külterületére. Hát ez itt ugye már Lovasnak a külterülete tulajdonképpen. Hát elhagytunk Palóznakot is. Tehát már Palóznakot is elhagytunk, és akkor haladok itt Lovas területén. Mert ez valójában már itt Lovas, úgyhogy haladunk is tovább. Na, gyerekek! Hát az időjárás az tökéletes, olyan igazi tavaszias idő van, hozza a húsvét a formáját, olyan igazi kellemes tavaszias időjárásunk van, amit ugye nagyon szeretek, főleg így a túra szempontjából. Tehát ezt nagyon szeretem, az ilyen időt. Meg azt is szeretem, hogy ilyenkor már ugye éledezik a természet. Minden kezd ugye zöldbe borulni. És azért ezt jobban szeretem. Jó, mondjuk én télen is szoktam túrázni, tehát ugye én télen is szoktam túrázni. Jó pár olyan videó van a csatornán,
amikor ugye télen túrázok, mert jó pár ilyen videót megtalálhattok a csatornán, de ugye a tavasz meg az ősz, ez a két kedvenc évszakom, így a túra szempontjából, tehát a tavasz meg az ősz, ez a két kedvenc évszakom, hogyha túrázok például, és ez pedig itt a Cifhegyi út, tehát ez itt ugye a Cifhegyi út, hát ezt így meg is mutatom, tehát ez itt ugye a Cifhegyi út, itt megy fölfelé a Cifhegyi út, hát láthassátok, hogy itt van ez a szép kis épület, ezt minden évben megmutatom, amikor erre járok. Konkrétan ugye én abból az irányból jövök, arrafelé van Palóznak, Csopak, Balatonfüred, tehát az arrafelé van, én abból az irányból jövök. Itt van ez a szép kis épület, Lovas, Cifhegyi út, és ugye ez itt a Cifhegyi út felfelé. És akkor haladok tovább, természetesen. Hát folytatom tovább a túrát. Itt a Balaton felvidéki Mária úton. Tartsatok velem a továbbiakban is. Köszönöm szépen. És akkor természetesen én haladok tovább. Ahogy látható ezen a felvételen. Hát szépen folytatom tovább a túrát. Hát igen, ezt minden évben megjárom, ezt az utat. Ezt tényleg minden évben megjárom, ezt a Balaton felvidéki Mária utat. És minden évben ugye húsvétkor járom ezt meg. Ugye most is húsvét van, konkrétan húsvét vasárnap. Pontos idődátum folyamatosan a képernyő aljában. És akkor itt megyünk tovább, Lovas felé. Na, gyerekek, és szépen haladunk előrefelé tulajdonképpen. Hát valójában nagyon jó tempóban haladok, tehát tényleg baromi jó haladok előrefelé. Tehát simán meg lesz Balatonalmádi, még ezen a mai napon. Tehát simán meg lesz. Úgyhogy haladunk is tovább. Hát ja, akkor haladunk. És akkor folytatom tovább a túrát, itt a Balaton felvidéki Mária úton. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok. Na, gyerekek. És ilyenkor jó, hogy ez a kis könnyű cipő van a lábamon, mert ilyen aszfalton ez tökéletes, ez a könnyű kis cipő. Jó, mondjuk ugye tegnap előtt, amikor ott voltam Dörgicse környékén, az erdős részen, ott azért kétszer megcsúsztam rendesen, de nem vágódtam el, de nézzétek meg a tegnap előtt készült videókat, és akkor fogjátok érteni, hogy miről is beszélek. De ez a kis cipő itt kimondottan előnyös, itt az aszfalton, és valójában ugye most már végig aszfalt lesz, tehát ezt már ugye tegnap is elmondtam, hogy ugye miután elhagytam ugye a Malomvölgyet, ugye Balatonfüred és Balatonszőlős között, ugye ott már mondtam, hogy végig aszfaltos úton fogok gyalogolni, egészen Almádiig, ezt ugye már tegnap elmondtam, de most újra elmondtam tulajdonképpen ugyanazt. Hát még itt Lovason lesz egy kis rövid szakasz, ahol majd földes lesz az út, de ez tényleg egy nagyon kicsi rövid szakasz lesz konkrétan itt Lovasnál, mert azért itt még lesz egy ilyen nyúlfaroknyi szakasz, ami földes lesz, utána aztán végig szirád burkolat egészen Almádiig. Jó, mondjuk én csak Káptalanfüredig fogok menni, méghozzá a vasúti megállóhelyig. Hát ezt is már eldöntöttem, már a tegnapi napon, hogy csak Káptalanfüredig fogok elgyalogolni, méghozzá a vasúti megállóhelyig. Ezt ugye már a tegnapi napon eldöntöttem, hogy így lesz, és ez azóta se változott.
Tehát ezt eldöntöttem, kész, ez így lesz. Úgyhogy haladunk tovább. Itt a Balaton felvidéki Mária úton. Amúgy itt halad a balatoni kéksáv túraútvonal is, mert amúgy az is itt halad, a balatoni kék. Mert konkrétan az is itt halad, gyerekek, a balatoni kéksáv túraútvonal. Hát ez itt ugye az Öreghegyi utca, és igen, már lovas területén vagyok, tehát ez itt már lovas. Hát nagyon jó tempóban haladunk, nagyon jó tempóban haladok itt a Balaton felvidéki Mária úton, mert tényleg baromi jó tempóban haladok. És ugye lovas után jön majd Alsóőrs, és Alsóőrs után már valójából Balatonalmádi fog jönni, ahol a mai túrám tulajdonképpen a végéhez fog érkezni, és egyben a balatoni Mária utas túrám is a végéhez fog érni, még ezen a mai napon. Hát, jó kis túra lesz ez, úgy érzem. Meg hát, ha így visszagondolok az elmúlt két napra, leszámítva azt a két eltévedést, ott Vászói és Pécsei között, azt leszámítva, egy nagyon jó kis túra van már mögöttem, de nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is beszélek. És mivel, hogy ez a videó már több mint fél órája megy, így hát lassacskán le is zárom ezt a videót, és egyelőre megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Természetesen a túrának még nincs vége, hamarosan fogom folytatni majd egy következő videóban. Gyertek velem a következő videóban is. Köszönöm szépen! És akkor hamarosan innen fogom majd folytatni tovább, tartsatok velem a továbbiakban is. Én majd a továbbiakban arra felé fogom folytatni a túrámat, tehát arra felé fogom folytatni, de ez majd egy következő videó témája lesz. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel, Frici, lovas településről, a Balaton felvidéki Mária útról. Sziasztok!